Sziasztok, Gyugyák Balázs vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Szép csendben jött az a pillanat is, hogy a válogatott újra pályára lép. Jönnek a dánok. Ugye már olvastam azt, hogy a dánok hoznak majd 4-5 olyan játékost, akit ki akarnak próbálni, stb. Stb. Tehát kezdődik ez a szokásos oltogatás közben. Hogyha nagyon mélyre ásol a válogatottjuknak a keretébe, akkor azt látod, hogy olyan játékosok jönnek, akik igencsak jó futballistának számítanak. Mire számítasz a válogatott meccs kapcsán? Most se lenne baj, ha játszanánk egy nagyon jó mérkőzést, alakulna a mi csapatunk, és mondjuk döntetlen lenne az eredmény. Nem ebből indulnék, hanem inkább amit látunk majd. Nyilván a Pinyőnek meg kell oldani, ugyanúgy meg kell találni a bal hátvédet, jobb hátvédet, mint ami az előző időszakban sem történt meg. Tehát igazából ezeken a posztokon, vagy akár a belső védő pozíciójában. Akár a Fradinál, akár a Videótonnál van egy stabilitás a védelemben. De pont itt a válogatott meccsnél jön ki, akkor amin nem vitatkoztam veled, hogy egy védő hiány van Magyarországon, hiszen akkor is, akkor itt folytass, hogy most a válogatott szövetségi kapitányának ebbe az érába is azzal kell foglalkozni, hogy valahogy összeállítson egy jó védelmet. Hát ezért van ott. Ezért van ott. Tehát ez a feladata, ezért szerződtették, oldja meg. De a magyar futballt kilúgozták a nézd, az, mondom, az előző időszakban sem sikerült ugye igazából jobb hátvédet, bal hátvédet, és a belső védet. Tehát a védő résszel amúgy is gond volt. Át kell értékelni a koncepciót. Nem biztos, hogy a magyar futball, a magyar futballistákból össze lehet rakni két belső védővel játszó csapatot. Lehet, hogy át kell állni egy három belső védősre, nem tudom. Tehát nyilván az ott lévő, ez nem azt jelenti, hogy ezzel nem lehet futballozni. De megoldást találni kell. Ha nem találsz két olyan játékost, aki ezt a stabilitást, nem elég fordulékony, nem elég gyors, mindig van valami hiányosság. Ha nem találsz ilyet, akkor mást kell csinálni. Na, akkor én össze, azt mondom, rakjunk össze kezdő csapatot most akkor. Nem tudom. Akkor egy védelmet rak el össze. Nézd, azért nem foglalkoztam ezzel így népszerint, mert nyilván annyira majd, hogyha látom. Tulajdonképpen felsoroltak most is 30 nevet. Hát minek 30 nevet felsorolni egy magyar válogatott keretbe? Meg kell találni azt a 16-18-at, akivel lehet futballozni. Nem kell itt kipróbálni mindenkit. Hát látjuk hétről hétre a játékosokat, hát tudja mindenki, hogy nagyjából ki mire képes. Meg kell határozni azt a szakmai koncepciót, amellé meg kell találni 16-18 embert. Túlzásnak tartom ezt a sok próbajátékost. Én azt mondom, például a bal hátvédben, most ráadásul Debrecenben van a meccs, itt van ez a Korhut gyerek. Ez egy magyar bajnokságban egy kiváló balhátvéd. Képzett, be tud lépni a játékba, a védőmunkája is megfelelő. Hát őt már rég próbálgatni kéne, ez csak az én meglátásom, remélem, hogy így lesz. A Varga Józsi nemzetközi szinten középső középpályásként az utóbbi egy-két évben már nem tudott olyan maradandót alkotni, mint amire mi számítottunk, vagy amire még debreceni játékos korában számítani lehetett. Ma már Angliában is jobb hátvédet játszik. Be kell rakni jobb hátvédbe, ha azt játszik. Jobbat nem tudok. Én most csak két tippet mondtam, hogy a Varga Józsi az egyik oldalon, a Korhut a másik oldalon. Ezt azért szívesen megnézném, hogy ez hogy működne. Jobbat én se tudok.